Minden negyedik magyar háztartásban kötöttek már online oktatási tartalomra. Az idegen nyelv tanulástól a kresszig rengeteg formája van az internetes oktatásnak. Érdekesik, hogy nem csak a fiatalok használják ki az online tanulás előnyeit, hanem az 50 év felettiek is. A legegyszerűbb edukációs videóktól az online egyetemi kurzusokig számos felületen a legkülönfélibb oktatási forma, oktatási módszer segíti az online tanulást. A világgazdaság egyik friss felmérése szerint Magyarországon rohamosan növekszik a digitális technológiát alkalmazók száma. Egy háztartásban több számítógépet, mobiltelefont, táblagépeket használnak. Minden harmadik ember hetente legalább egyszer olvas e-könyvet, digitális magazint, és növekszik azoknak a száma is, akik tanulásra használják az edukciós tartalmakat. Az online oktatás népszerű itthon, hiszen sokkal nagyobb szabadságot nyújt a diáknak abban, hol, mikor és hogyan sajátítja el a tananyagot. Az e-learning olyan tanulási módszer, amely egy technikai eszköz által segített, egyéni igényekhez szabott és folyamatos oktatói jelenlét nélkül zajlik. A mai értelemben használt e-learning az 1990-es évek közepétől indult fejlődésnek, és mára nagyobb részt összefonódik az internettel. Az egyetemi képzéseken csak bizonyos tantárgytípusokat lehet ebben a formában teljesíteni. Vannak virtuális iskolák, ahol akár egy új szakmát is meg lehet tanulni. Bár itthon az oktatás még fenntartással kezeli ezt a tanítási, tanulási formát, a tanuló-diák interakció hiánya miatt. A világgazdaság kutatásából az is kiderül, a magyar tanulók bizalmatlanok az elektronikus tananyagokkal szemben, és drágának is tartják azokat. Beszélgetünk a témáról dr. Kerülő Judittal, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektor helyettesével. Jó estét kívánok! A bejátszás alatt azt mondtam, hogy vannak generációk, akik számára elképzelhetetlen az, hogy online tanuljon meg egy szakmát. Hogy gondolja ezt tanárnő? Hát így van, tehát valóban ez egy generációs probléma is. Az is igaz, hogy a fiatalok mindent az interneten próbálnak megtanulni, meg minden ismeretet az internetről szeretnének megszerezni. Az idősebb generáció már másképpen viszonyul az internethez. Az e-learning ez nem új dolog, valóban úgy van, hogy az internet ez felgyorsította az e-learning elterjedését, hiszen korábban is a távoktatás, ugye tudjuk jól már a múlt század 20-as éveiben is, különösen mondjuk olyan kontinenseken, mint Ausztrália, ahol nagyobb voltak a távolságok, ez a tanulásnak egy bevett formája volt. Valóban az internet megváltoztatta az e-learninget, megváltoztatta a tanítást és a tanulást, de hát nem csak az e-learningben az internetet jól használjuk, gondoljunk a Google keresőre, hogy mi mindent tudunk használni. Itt elhangzott a bejátszásban, hogy mondjuk egyetemi oktatásban csak egy-egy tantárgyat lehet e-learninggel, távoktatással tanulni. Ez nem egészen így van, valóban nálunk, mondjuk a mi egyetemünkön, a Nyíregyházi Egyetemen, valóban egy-egy tantárgyat tanulunk, vagy tanítunk az internet segítségével, de tudjuk jól, hogy vannak képzések, Magyarországon is számtalan olyan képzés van, amely akár e-learninggel is oldható meg. Ezt így kell akkreditáltatni, így kell elfogadtatni. Mi a Nyíregyházi Egyetemen egy-egy tantárgyat tanítunk, és hogy miért nem egy-egy képzést? Hát az egyik oka az, hogy nagyon magas a lemorzsolódás az e-learningben. És azért nagyon magas, mert mi azt gondoljuk, hogy ez az internet, ez attól, hogy én interneten tanulok, ez sokkal könnyebb lesz. Hát van nagyon sok előnye az e-learningnek, az egyik előnye az, hogy valóban időt, teret meg lehet vele spórolni, tehát ha akarom, akkor éjszaka tanulok, és hát pizsamába tanulok, és hát otthon a saját megszokott környezetemben tanulok. De van nagyon sok hátránya. Az egyik hátránya az, hogy nincs tanár. Én tudom, hogy a tanárokat szeretjük, bízom benne, hogy szeretjük őket, és hogy, de hát a tanár, van, aki kevésbé szereti őket, van, aki azt mondja, hogy jó, azért nem ér el jó eredményeket, mert nincs jó kapcsolatban a tanára. De hát azért vegyük azt alapul, hogy a tanár nagyon nagy segítséget jelent. A másik, ami hiányzik az e-learningből, a csoportás. Tehát az a segítő közeg, amelyet a csoport, a közösség ad, az az élmény, az a buli, az a jó értelembe vett buli, tehát ezek mind hiányoznak.
És még egy dolog eszembe jutott, ugye a mai oktatási rendszerben mindegy, hogy középfokú vagy felsőfokú oktatás, a gyakorlatra helyezik a hangsúlyt, hogy gyakorlatorientált legyen egy oktatás, hát nem minden e-learninges vagy online oktatásban lehet gyakorolni, tehát itt a néhány képen mutatták azt, hogy kereszt is hogy lehet tanulni, de mégsem ugyanaz, mint amikor beül az autóba és akkor elkezd vezetni az autós oktatáson, ugye, a tanuló, tehát azért vannak olyan szegmensei, vagy vannak olyan részei, amit nem lehet online elvégezni. Igen, itt a bejátszásnál azon mosolyogtunk, hogy nem biztos, hogy elmennénk egy olyan orvoshoz, vagy fodrászhoz, aki mondjuk e-learninggel tanulta a szakmáját. Valóban azért vannak ennek korlátai is. Nagyon érdekes, hogy sok, ugye idegen nyelv oktatásban a legelterjedtebb az e-learning, de hát a kezdetekben különösen a tanárok féltek attól, hogy hát akkor a kiejtéssel mi lesz, egyáltalán a kommunikációnak. Hát valóban a legjobb módszertana az idegen nyelv oktatásnak van, az e-learningen belül. Itt van a legtöbb hagyomány, és a legelterjedtebb az idegen nyelv oktatásban van. Valószínűleg, hogy tényleg mondjuk egy orvos nem lehet, de akár egy autóvezetés sem lehet. Itt a Kressz az, ami az internet, tehát a Kressz oktatásban van az elméleti részben, tehát nem a gyakorlati részben. Igen, elég furcsa lenne, hogyha az interneten tanulnánk autót vezetni, és utána beülnénk az autóba. Tehát vannak korlátai. Van nagyon sok előnye. Én azt gondolom, hogy azokat az előnyöket kell kihasználni, amit az internet ad. És azokat a hátrányokat pedig figyelembe kell venni, azokat a korlátokat, nem is hátrány, korlátokat kell figyelembe venni. Én azt gondolom, hogy az e-learninges tanulás igazán azoknak való, akiknek van egy saját kialakult tanulási stílusuk, tanulási technikájuk. Az, hogy nagyon magas a lemorzsolódás, az amiatt van, hogy gondoljuk el, amikor egy hagyományos oktatásban elmegyünk vizsgázni, a vizsga előtti napon biztos, hogy akármi történik, csak vizsgázni fogunk, mert elképzeljük azt a szituációt, hogy másnap odaállunk a tanár előtt, és nagyon kegyetlen érzés az, amikor az ember nem tud. Ez a személyesség nincs meg az e-learningben, és ezért halasztjuk e-learninggel a vizsgákat, halasztjuk a vizsgákat, mert és ebből következően a lemorzsolódási arányok még nagyon magasok Magyarországon. És a vizsgák eredményességére is lehet ebből következtetni, mert amikor személyesen kell egy vizsgán megjelenni, akkor felkészültebb az ember, mint amikor csak a gép előtt ül, aztán kitölti a tesztet is, vagy tudja, vagy nem. Lehet-e a jövő iskolája az e-learninges tanulás, vagy az online oktatás? Ez is egy fontos kérdés, illetve mennyire lehet jól felhasználni az online tanulást, az online oktatást különböző módszerek alkalmazására, tananyag fejlesztésére. Ez ugye az oktatásban kulcskérdés. Biztos, hogy nagyot fog változni az oktatás. Biztos, hogy olyan ma még általunk elképzelhetetlen formái valósulnak majd meg, hiszen még 30 évvel ezelőtt azt se hittük el, hogy az internet világa létezhet. Tehát én teljesen biztos vagyok benne, hogy az internetnek jóval nagyobb lesz a jelentőség az oktatásban. Az is biztos, hogy a tanárt egyelőre nem lehet megspórolni. Tehát, de az e-learningben is ott van, ha csak nem tanárnak hívjuk, hanem tutornak. A tutor, aki konkrétan segít. Tehát ha az e-learningnek azt a részét vesszük, ami mindenképpen kell hozzá, hogy személyre szabott az oktatás. Tehát egy igazán jól kidolgozott e-learningnek az a lényege, hogy ketten beülünk, vagy ketten elkezdjük a tanulást, és nekem azt látja, hogy én hol állok, milyen nehézségeim vannak, és ön, aki mondjuk sokkal jobb helyzetben van, nem ugyanazokat a feladatokat kapjuk meg. Tehát ez a személyre szabott oktatás, ez nagyon fontos lenne, akár a hagyományos oktatásban is. Hogy amikor én megoldok egy feladatot, akkor látják, hogy milyen nehézségeim vannak, hol van lemaradásom, tehát engem hogyan kell fejleszteni. Tehát ha ez a része bejön az oktatásban, akkor ez egy óriási nagy dolog, és én biztos vagyok benne, hogy a hagyományos oktatásnak azokat az elemeit nagyon könnyen be lehet vinni az e-learninges oktatásban, tehát óriási fejlődés előtt áll az e-learning. De azt ne felejtsük el, hogy ezt igazán azoknál lehet alkalmazni, akiknek már van egy tanulási stílusuk. Tehát általános iskolában
én azt gondolom, hogy még valószínűleg hosszú ideig a hagyományos oktatással fogunk megbékélni, vagy ez a hagyományossal fogunk, de valóban egy továbbképzésnél, ahogy elhangzott az előbbi előadásnál, és egy továbbképzésnél, egy szakmai képzésnél biztos, hogy sokkal nagyobb lehetőségei vannak a e-learninges oktatásnak. Illetve a vállalati szektorban használják leginkább, ezt tudjuk, drágább-e? Már csak nagyon röviden. Igen. Szoktuk mondani, hogy az e-learning egyszer drága, egyszer olcsó. Akkor olcsó, hogyha belevesszük azokat a kiadásokat, ami az utazás, egy ott tartózkodás költségeit jelenti. Ha ezt nézzük, akkor olcsó. Ha azt nézzük, hogy a tananyagot meg kell venni, és hogy a tananyagnak a különböző, a vizsgákért külön fizetni kell, akkor drága. Na most itt ebből következően, ja is hát meg kell venni az internetet, meg kell venni a számítógépet, stb. Tehát attól függ, hogy melyik oldaláról nézzük. Ez kétségtelenül nagyon népszerűvé teszi, hogy nincs utazási költség, nincs szállodai költség, nincs ott tartózkodási költség, nincs az ottani kávéára, és sok-sok minden járulékos költséget nem kell az internetes oktatással mondjuk kifizetnünk. Mi nagyon sokat tudnánk erről beszélni. Köszönjük szépen, rektor helyettes asszony, hogy itt volt nálunk.